Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És akik megrendelik az ingyenes havi hírlapot, ott mindig vannak akciós jóslások, és ez e-mailen keresztül megrendelhető. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Az ő gondolatait itt középen látjuk, itt felül és alul. A kasza el tud vágni valamit, például negatív gondolatokat, vagy félelmeket. Az is lehet, hogy ezzel a kasszával lezár egy bizonyos kapcsolatot, vagy lesz egy munkahelyi változás. Hiszen itt a halak jelentik az anyagiakat, a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Amit a kasza még jelenthet, hogy történik egy bizonyos esemény, amire nem számított, vagy ő tervez veled valamit, amire te nem számítasz, és lesz egy meglepetés. Ez lehet egy anyagi segítség, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, de jelentik a belső értékeket is, hogy változik a hozzáállása, olyan hirtelen ott megjelenik előtted, közli veled, hogy értékes vagy számára. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. A fa jelenti a biztonság érzetét, ahol ő szeretne legyökerezni. A fa jelenthet egészségügyi témákat is. Itt megjelenik a felhő, valami még átláthatatlan számára, és itt a park jelenti a nyilvánosságot. Az is lehet, hogy ő úgy érzi, hogy mások nem veszik észre a nyilvánosságon, nem kapja meg az elismerést, és pontosan ez betegíti őt. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható a horgony szintén jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tud horgonyozni, ahol le tud gyökerezni. A horgony jelenti gyakran a munkát, a hivatást, és itt a gólyák jelentik a változásokat. Vagy arra utalnak a kártyák, hogy ő közli veled, hogy nálad le tud horgonyozni, és a nap jelenti a valóságot, tehát megbízhatsz a szavaiban, vagy szeretne a munkahelyen valamit változtatni, és olyan nyitottan beszél ezekről a tervekről. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a gyűrű jelenthet házasságot. Amennyiben ő még benne van egy párkapcsolatban, akkor a kasza utal a válásra. A gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is, például egy munkahelyi szerződést. Itt a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést, de jelentheti a titkokat is, hogy nem beszél nyitottan az anyagi dolgokról. Az is lehet, hogy ő még benne volt egy párkapcsolatban, most itt van a kasza, ami azt jelenti, hogy ő válni fog, lezárja ezt a kapcsolatot, és
ez a hölgy a háttérben, ez a volt kapcsolat, itt megjelennek a titkok az anyagiakat illetően, hogy a nő eltitkolt előle valamit. Persze utalhatnak a képek egy munkahelyi helyzetre, amikor lesz egy munkahelyi változás, itt van a szerződés, és ebben az esetben a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést is. Itt van egy hamis személy a háttérben, és ez a helyzet azért betegíti őt. De kiderül az igazság, hiszen a nap megvilágít valamit, és ő nyíltan fog beszélni ezekről a dolgokról. Itt újra a halak vannak, ami jelenti az anyagiakat, vagy a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. A halak jelenthetik a belső értékeket is, hogy valaki nem értékelte eddig őt, vagy nem kapta meg az elismerést, vagy keveset keresett a munkahelyén, voltak problémák, ami betegíti őt, itt van a hamisság, a felhő, minden olyan átláthatatlannak tűnt, de ezeket a dolgokat akarja rendezni. A hold az jelenti az álmait, a vágyait, az elképzeléseit, és sok mindent akar változtatni kettőtök között, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy megbíz benne, de a munkahelyi témák is foglalkoztatják. Itt újra a felhő van, ugyanúgy, mint itt, hogy valami még azért átláthatatlan, nem tudja hogyan tovább. Ő érzi azt, hogy lesznek változások, ő nyitott erre, de olyan konkrét tervei még nincsenek, szerintem ezért keresi veled a kapcsolatot, mert szüksége van a te tanácsodra. Itt a lilium jelenti a tisztaságot, tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, vagy ő szeretne valamit tisztázni veled. Itt megjelenik a hegyvidék, ez jelentheti a környezetet is, és ez a jelenlegi helyzete. Azon kívül ez a kártya utalhat még problémákra. A te jelenlegi helyzetet, itt van a kulcs a kezedben, légy magabiztos, ő lezár valamit. Itt vannak még ugyan akadályok, valami még átláthatatlan, van egy hamis személy, valaki eltitkol előle valamit, de ő rendezi ezeket a dolgokat. Miután ő lezárta ezt a helyzetet, utána kinyílik ezzel a kulccsal egy új ajtó, a lehetőségek, ő kimondja az igazságot, vannak tiszta gondolatok, érzelmek, a nehézségek ellenére megbízhatsz benne. És ez volt az általános kivetés. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!